Itt vagyunk kérem szépen a Fritz Walter Arénában, még mielőtt elkezdődne a nagyobb feldolgozása a mérkőzésnek, a Kaiserslautern összeállításából hiányzik Mathieu Béda, szépen összekavarta most a történetet. Milan Sasic kikerült, lapátra került Jendrisek, gyorsan ugorjunk át a túloldalra. Ralf Rangnick, a professzor, mire jött? Kérem szépen a Balbekből Ibersberger helyéről, vagy hát Ibersberger próbálja meg bestoppolni Löw Cicának helyét, nagyon össze kell szednie magát. Legjobb formában lévő együttes. Köszönöm szépen, Hoffenheim, lehet, hogy följutnak. Aha! Dr. Helmut Fleischer, illetve Jan-Hendrik Salver és Robert Kapka. Jócskán mozgott ebben a szezonban a 44 éves Doki. 12 Bundesliga 1 és 5 BL2, nem volt neki zsenánt egy regionál ligát is irányítani. Hát azt azért különösképpen lehet megállítani, hogy a gyapjú kesztyű, a nagyim gyapjú kesztyűje nem különösebben illik a Lastex fölsőhöz. Kékben ugye a hazai együttes ellenfele, a Hoffenheim. Körülnéz Fleischer Doki, mindenki ott van, kakukkos. Ó, ennél csodálatosabban nem érkezhettünk volna meg. Azért jól látszik, hogy egy kicsit az osnabrücki zacskóta megkopott a Kaiserslauternnek a támadó serege, támogató együttese. Pirosban játszik, kérem szépen, a hazai banda, kékben pedig a vendégek, akik azt írja az újság, ugye finoman Luisa és Jenő után, hogy idén még nem kaptak ki. Egy gólt kaptak, tessék figyelni, egy gólt kaptak. Még egyszer mondom a tudatosan, egy gólt kaptak. Weigelt bedobása ki irányába megy. Rundström ott a nagy esőember keveredett a labda közelébe, még előfordult az a csúcság is. Ó, lehet iparkodni! Egy kis veretés előre. Jó forgolódott, bah! Azonnal fölborította Mandzsek, és Mandzsekon azért finoman látszik, hogy a Kefepánik dolgozik rajta rendesen. Spilácsek a labdával, illetve még egy ember a földön. Az szép volt. Így kezdünk az 54. másodpercben egy szétnyílás a fejjel. Húha! Josh Simpson az amerikai. Jó srácok! Oh. Bával mit művel Mandzsek közben itt a dráma pillanata. És gyönyörű, kristálytiszta. Már-már mosóportiszta felszerelés volt. Spilácsek. Jó van, azt minden esetre a Dokik megállapítják, és hát Simpsonnak is szétnyílt a fejbőre. Jochen Zajc látható ott a képen, kérem szépen, aki Kaiserslautern együttesében pallírozódott egészen 2 évvel ezelőtti, 2006-ban dobta el a vörös ördög Bóbitát magáról. Az szép volt, rögtön lehet. Stefan Haas szerintem az, aki beindul. Ez szép. 54 másodpercet töltött a pályán Radek Spilácsek. És hát most a héten történt egy tragikus eset, hogy horvát labdarúgó nekicsúszott a pályát övező betonkerítésnek. Szegény agyrázkodás szenvedett is, ami a legislegrosszabb az egészben. Hát meghalt szegény. Itt van professzor Rangnick, akiben nagyon bízik Dietmar Hopp. Mostanságra már a viccelődős emberek, meg a mulatós embereknek az arcára egy kicsit ráfagyasztották a mosolyt, hogy jaj, menj már rá, oda mész Hoffenheimbe. Hova? Falusi bajnokságba? Azt tessenek majd ránézni azoknak az embereknek, akik gondoskodtak itt a csúfolódásról a Zweite Ligának a tabellájára. Hogy azt mondja, Borussia Mönchengladbach 51 pont, második pozíció 1899, Hoffenheim 47 pont, Köln 45. Cool man! Mutatja Rangnick professzor, illetve az ő segítő osztaga. Simpsonnak sem túl jól áll ez a... Azt mondja, ki a Doki? Az most itt nincs írva. Peter Zidlert láttuk co-trénerként, illetve Achim Sarstedtet. Az egészségügyi különítmény. Azt hiszem Spilácseknek be is fejeződött. Hú, ez kemény ütközés volt. No, nézzük most már magát a mérkőzést. Reinertben van, és aztán Kopádó. Erről beszélt Ralf Rangnick a mérkőzés előtt, azt mondta, hogy a Kaiserslauternnek csak egy menekülési útja van, így van, és Stefan Haas áll majd be, és Spilácsek helyére, hogy aztán még agyrázkódást legyen a jó cseh embernek itt a végeredmény. Szóval azt mondta, természetesen az információk Uber Bernau Péter, via,
via Bernau Péter, hogy egy eszköze lehet csak a hazaiaknak az, hogy megfélemlítik őket. Nem tudom, hogy minek a jegyében, de valamilyen okból kifolyólag hempergő kék játékosokat láttunk az elmúlt 4 percben, amelyből 2 ugye a szakorvosi ellátással töltöttünk el. Itt van Fabian Schönheim, aki különös módon, hát ugye Béda, illetve Kotis kiesésével, valamint Wattara mellőzésével bekerült a kezdőcsapatba. Ő Dieter Elcnél, az U21-es válogatottnál tagja volt a kompániának. Jó, mondjuk csereként lépett pályára luxemburgiak ellen, de akkor is. Kezdőcsapatban meg nem fér be. Egy picit ki kéne térni Erik Jendrisekre, a jó Tóth emberre, aki 5 skulóval vezeti a házi góllövő listát. A héten összerúgta a port Milan Sasicsa. Milan Sasic azt mondta neki, hogy Erik rendben van, befizet 10 000 eurót, akkor nincsen semmi baj, jöhetsz harcolni, vagy mész a Fakóba a negyedosztályba. Erik azt mondta, én nekem a pénz fontosabb, és erre kijelentette Milan Sasic, hogy számára a Tóth ember leíródott. 2 meglehetősen csalódott emiatt a döntés miatt, és egyáltalán nem tartja profi labdarúgónak Jendriseket. Hát kérem szépen, az erkölcsökről lehet beszélgetni, a vezetőedzőnek a döntése megkérdőjelezhetetlen. Jendrisek meg vasárnap fog porolódni valamelyik negyedosztályú mérkőzésen, a Pockoson fog játszani. Bár azért Németországban a Pockost az azért nagyon elég kérdőjel, elős kérdőjelekkel kell fogadni, mert hát ott azért nem fordul elő gyalog, hogy mondjuk jön hazafelé valaki a szőlőből, az keresztül tolja a pálya szélén a bringáját. Na, mert ugye ilyen szolidabb, alacsonyabb osztályú pályákon olykor-olykor előfordul. Na nézzük! Magát a mérkőzést Gustavo Diaz emelte ki a labdát, mire elmondom, addigra Ibersberger a másik osztrákkal! Két csók, Lexa! Egyszer csak jó volt az emelkedés, Komper, kérem szépen! Ő az, aki nagyon földcombosodott itt a másodosztályban, a Hoffenheimnél. Elég csudar élete volt annak idején, cirka 22 000 néző a Fritz Walter stadionban. Nézzük csak ki ő, mindjárt jól megmondom, Lamprecht! Christopher Lamprecht bedobására ketten emelkedtek. Ház is ott van, 2 szőke fickó, hogy ne legyen könnyű az élet megint. Lamprecht tovább, Lexának általában a beadások nem jönnek össze, most ezzel szemben beadta. Rufrönre tessenek figyelni, mert ő elég komoly esőember, egyfajta Dombi Tibor effektussal is meg lehetne őt szalonnázni, mert hát néhány csalásban már részt vett, amúgy gót a nagymamája se tudja, hogy mikor rúgott, Dombi Tiborról leszálltam, és Rundströmnek most már senki sem emlékszik, hogy mikor rúgott gólt, és csodálkozva figyelnek rá az emberek, hogy ez a fickó Angliában. Fekete hölgyek, itt a mi stadion vetélkedőben. Valakit elég erősen szutykolnak a hazai szurkolók, a kisasszonyok is belecsatlakoztak, de nyilvánvalóan ugye 12-es karika ott van a szájukon, és csúnyát nem mondanak. Egyszer én magam is részt vettem egy magyar NB1-es mérkőzésen, a Videoton csapatán, és ott volt egy kis fiatal hölgy, a legdurvább kocsisokat megszégyenítő módon végig 90 percen keresztül az ellenfél összes játékosának édesanyját szitta. Egyszer nem mondta azt ki, hogy hajrá Vidi, viszont nagyon keményen ócsárolta a játékosokat, hát úgy is lehet élni. Rundström! Ketten nőttek oda hozzá, és aztán azonnal iparkodik a munkahelyére Janker. Micsoda név, Kastei Janker, nyilvánvalóan itt Christoph Janker, ugye nincsen rokonságban a német Bayern Münchennél, illetve Kelet-Németországból felnővén a német Bayern Münchennél labdarúgó Kastei Jankerrel, de a név azért kötelez keménységben legalábbis.